Miben látja a jelentőségét, hogy egy ilyen 30 évre visszatekintő fesztivált ma itt Péterfalván is megtarthatunk? A jelentőség az, hogy van egy folytonosság, kisebb-nagyobb szünetekkel, de minden esztendőben megtörténik, és ez egy önkéntes, tehát itt mindenki maga érzi annak a szükségességét, hogy az éves fejlődést, esetleg az új ruhát, esetleg az új programot megmutassa mind a szélesebb közönségnek, mind pedig a szakmának, és valószínűleg reméljük már, ha jutunk a 30-ra, akkor ez egy nívót is fog jelenteni. Tehát egy olyan szintet, amely vállalható, és amivel esetleg egy minősítésen is föl tudnak lépni. Nagyon sok kárpátaljai néptánc együttes azért rendelkezik ukrajnai besorolással, tehát népi, kiváló művész együttesek. Ezekhez rengeteg papírmunka kell a tudáson meg a tehetségen kívül is, de ahhoz, hogy ténylegesen a kultúrát megfelelő szinten tudjuk tartani, akkor ezekre is oda kell figyelni. Van egy érdekes forgatócsoport itt a közönség soraiban, egy központi kijevi televízió kulturális csatornája érkezett. A magyar kultúrát szeretnék az ukrán nagy közönség számára bemutatni, úgy, ahogy az valójában van. Tehát nem a politika prizmáján keresztül, hanem a népi kultúrán, a viseleteken, az embereken, az a gondolkodásmódon keresztül. És általában egy ilyen esemény, ahol Unktól Mára Marosig gyakorlatilag minden régió megmutatja magát. Ez egy kiváló lehetőség, hogy nem csupán most már Kárpátalján, hanem esetleg ukrajnai szinten is mutassuk, hogy a magyar kultúrának azért van utánpótlása, és mint láttuk azért nagyon kicsitől gyakorlatilag ilyen 6-7 éves táncostól, nyugdíjas korú, szépkorú hölgyekig is azért még fölkötik a pendejt, és tesznek azért, hogy legyen utánpótlás, és ez a fontos az egészben. 27 különböző formáció jelentkezett be, 26 meg is érkezett, és olyan 270 és 300 fellépő között számoltuk össze a résztvevőket. Szerintem a produkció, amelyet bemutattak, ez mindig évről év egy picit jobb. Már vannak egészen kiváló darabok is, amelyek akár egy nemzetközi fesztiválon is megállnák a helyüket. És mindenki kap egy szép kis ajándékot, egy oklevelet, meg egy jó meleg ebéddel is várjuk őket. Hogyan látja, ugye egy 10 évre, 10-15 évre, hogyha én visszaemlékezek, nem volt még ennyi néptánccsoport, hagyományokat őrző csoport. Tart még továbbra is ez a fejlődés, hogy újak generálódnak, újak jönnek létre? Van sok olyan gyerek, aki egyszerre 2-3 vagy 4 formációban is részt vesz, tehát valaki zenél, valaki táncol, valaki énekel, és ezek mind-mind önálló formációk. Vannak újak. Egyébként egy jelentős generáló hatással a Csóri Sándor program bizonyult, amely részben táncoktatóknak a bevonását, népzenei kíséret megszervezését, esetleg új viseletek varratását is lehetővé tette, ami arra sarkalta, hogy korábban esetleg ilyen alvó állapotban lévő mondjuk falusi kultúrházat, vagy iskolai kis tánccsoportot, hogy ők is most egy nagyobbat lépjenek. Van. És hála Istennek részben a Petőfi program ösztöndíjazottjainak köszönhetően is azért főleg a széleken, mondjuk Szolyván is, mint éppen Fekete Krisztián is tanítványai, de fent a Felső-Tisza vidéken is, vagy akár magában Ungváron is, azt látjuk, hogy sikerül megszólítani a fiatalokat, tehát nem csupán az internet és a mobiltelefon a fontos, hanem a lépések vagy a megfelelő hangzásnak a kialakítás, ez is fontos lehet. És szerintem ez a jövő egyébként, tehát hogy ezeket a fiatalokat egyre divatosabb lesz most már a lányok esetében a hosszú haj, mert az be lehet fonni, abba a pántlikát lehet beletenni, és megtanultuk azt, hogy a néptáncos viselethez oda cipő kell, harisnya kell, jól meg kell fésülködni, a ruhának tetszetősnek lenni, tehát sok apró kis lépésnek a következménye és az eredménye az, amit ma itt a színpadokon láthattunk. Ezt nem lehet, senki az anyahasában nem tanulja meg. Tehát ezt a tanárokkal, mentorokkal és élő zenével. Általában a legnagyobb problémát azt szokta, hogy azt a zenének a lüktetését azt érezni kell. Egy CD-ről vagy egy pendrive-ról ez nem ugyanaz, tehát az élő zene kell, és nagyon örvendetes, hogy egyre több
együttes is alakul. Ezek az együttesek pedig ténylegesen ma is hallottuk és láttuk, hogy ezek profi munkát végeznek, hiszen olyan nagy produkciók kísérő zenekara is, mint a Kárpátalja Néptánc Együttes. Tehát most már neki tudunk úgy vágni egy nagy Magyarország esetleg koncertkörútnak, és jövő esztendőben pont a Trianon 100. évforduló kapcsán gondolkodtunk egy ilyen nagy Kárpát-medencei körbejárás, vagy felvidéken is az óramutató járásával ellentétes irányba végigjárni a Kárpátent és visszajönni ide Kárpátaljára. Magunkat megmutatni ott, onnan pedig hozni egy másik együttest. És a tánc és a zene nyelv az az egész Kárpát-medencében egységes. Tehát aki esetleg egymás nyelvét nem érti, azért az egymás táncait meg tudja érteni.